Hát azt hiszem, hogy megtaláltam, hogy hol lakott a nagyvezér. Egyrészt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gerendás ház. A 15 gerenda magas, még manapság sem mindig építenek ilyen magas házakat. Másrészt ennek van valamiféle rakott kőalapja és alatt a pince. És a belső rész, amennyire látszik, az be volt tapasztva. Be volt lecseszve és sárral be volt tapasztva. Tehát valószínűleg itt lakhatott a falunak a vezetője, vagy valami bányamérnök, vagy ilyesmi. A terasz is jóval nagyobb. Gyönyörű kilátás lehetett valamikor itt a völgyre, amikor ez az autópálya még nem itt húzódott. Arra megy lefelé a nap, és valahol arra felé kelhetett. Ilyes lépcső. Ó, igen. Igen. Ez valami törzsfőnöki ház lehetett. És az elektromosság is be volt vezetve, talán látszik. Mégpedig szabadon futó légvezetékeken, ahogy régen nálunk is szokás volt. Jaj, ezek a porcelán szigetelők erről árulkodnak, tehát ebben a házban még volt áram is. És a gerendák is olyan 20 centi vastagok vagy a fölöttiek. Rongyal és mohával vannak kitömve a gerendarések. Nem tudom, ez mennyire látszik a videón, rongy és... Hát sajnos a lépcső az megadta magát, úgyhogy nem fogok felmenni.